A rendezvény az óvodások újévi köszöntő műsorával indult. Ezután kezdődött el az egész napos továbbképzés, melynek résztvevőit köszöntötte Turainé Jón Katalin alpolgármester is. Én bízom abban, hogy egyre inkább megbecsüljük őket, mert szerintem nagyon fontos az a fajta munka, amit ők az óvónők mellett nyújtanak, végeznek. Kicsit úgy érzem, hogy a dadus néniknek jobb helyzetük van sok esetben, mert nekik jut a kedvesebb feladat, vagy a szeretgetős, vagy amikor egy kisgyermeknek valami problémája van, akkor ők is besegítenek az óvónéninek. Nagyon fontosnak tartom az ilyen továbbképzéseket. Pedagógusként magam is sok ilyen továbbképzésen vettem részt, ami azért fontos, mert gyorsan változik a világ, és fontos, hogy az új információkat begyűjtsük a saját munkánk megkönnyítése miatt is, illetve hogy haladjunk a korral, megismerkedjünk új módszerekkel. De azt gondolom, hogy azt ki kell hangsúlyoznunk, hogy ezen felül én azt mondom, hogy a példa a legfontosabb, amivel nevelni tudjuk a kisgyerekeket. A saját példánk az, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzájuk, hogyan viselkedünk, milyen a személyiségünk. Tehát úgy gondolom, hogy a kettő kombinációjából alakulhat ki egy olyan fajta magatartás, vagy viselkedés, vagy hozzáállás, amire a pici gyerekeknek igazából szükségük van. A szakmai nap előadója, a Turul Óvoda Intézmény vezetője, az Oktáv ZRT oktatója, a dajkák nélkülözhetetlen munkájáról beszélt. Hogy egy szakmai nap hozhat olyan ismereteket, vagy felfrissít olyan ismereteket, melyel a mindennapok biztos bázisát adják. Hogy tudnia kell, hogy mi a munkaköri feladat, tudnia kell, mi a gondozási feladat, mi az, amiben egy intézményben értékeket képvisel. Nem csak ebben látom én egyébként egy szakmai napnak a tartalmát, vagy a továbbképzésnek a jelentőségét, hanem abban is, hogy minél mélyebb pedagógiai ismeretek rendelkezzenek, mert az a cél, hogy a dajkai munkakörben foglalkoztatottak megfelelő kompetenciával jól felkészülten álljanak a gyerekek neveléséhez. És hogy milyen a jó dajka? Megfelelő emberismerettel rendelkezik, megfelelő pszichológiai ismerettel rendelkezik a gyermekek működését illetően. Milyen egy óvodáskorú gyermek 3-7 éves korig? Kellő önismeret mellett önképpel, optimizmussal, töretlen optimizmussal, megfelelő szorgalommal, feladatvállalással, és hittel, hogy neki feladata van a gyermekek nevelésében. A többi az jön majd a mindennapok munkatársi kapcsolatában, mert senki sem tökéletes, de mindenki hozzáteszi a saját értékeit, és ettől jó, én úgy gondolom, a dajkai tevékenység és a dajkai személyiség.